Pézsé, mert takonykór van. Nya! Jaj, de érdekes. Nézegettem Csontinak a YouTube tippjeit, és mondta, hogy ő a Sonditól a Movie Studio-t használja a videószerkesztésre. Na. És akkor, nem mondom, megnézem, mert mindig olyan izét keresek, ugye olyan videószerkesztőt, ami viszonylag egyszerű, és ugye ez már múltkor is téma volt, mikor próbálgattam az Adiust, és akkor kiderült, hogy ugye egyrészt nem is egyszerű program, másrészt nem is olcsó program, harmadrészt meg AMD processzoron nem fut. Tehát válogatós is. Pedig ugye Sony Vegasnak is csak néhány funkcióját használom, de azt nagyon használom. Azt mondom, lehet, hogy egy egyszerűbb program is megtenni. És akkor felnéztem a Sony-nak az oldalára, és akkor látom, hogy ez a Movie Studio, ez $49. Tehát ez még a izébe tartozik a... Igen, csak a megfizethető kategóriába, és mondom, hogyha kezelésben meg ugyanaz, mint a Vegas, akkor meg tényleg lehet, hogy megérné beruházni egy ilyenre. És akkor letöltöttem a próbaváltozatot, ami most itt látható. És hát ugye próbálgatom, ahogy a próbaváltozattal illik. És na nézzük akkor rögtön, hogy mi az, ami nekem egyből szembe tűnt, és ami miatt már nem tudom használni. Előre bocsátom, hogy nem vagyok türelmetlen, tehát googliztam egy csomót, hogy megtaláljam a megoldást, és nem találtam meg a megoldást. De ami úgy néz ki Sony Vegashoz képest, azért tehát összefoglalom, hogy ez a herélt változata ugye a Sony Vegasnak le van egyszerűsítve, egy csomó funkció ki van belőle véve, amire úgy gondolták, hogy egyszerű videóvágáshoz nem szükségesek. De közben én azért úgy veszem észre, hogy nagyon szükség lenne rá. Az egyik itt visszavonok mindjárt néhány dolgot. Igen. Tehát ugye a legfőbb funkció, itt nem tudom, le vannak-e lokkolva az ablakok, hogy valami, de nem tudom arrébb mozgatni őket. Tehát, hogy ez még csak a kisebbik baj. Itt ugye az eszközök között nem lehet gyors billentyűvel váltani, ahogy a Sony Vegasban ugye van egy D-gomb, akkor azt nyomom, akkor a kijelölési eszköz változik, a zoom eszköz, meg a többi. Tehát itt gyors billentyűre nem lehet programozni, ezt a két eszköz csak egérrel lehet váltogatni. Ezen még túlteszi magát az ember, ugye főleg, hogyha nincs sok pénze profi programra. A többi W-vel oda lehet ugrani az elejére, de már itt az elején nekem egy problémát okoz, hogy én külön hangsávval dolgozom mindig, és ez a mikrofon, ami nekem van, ez ellenfázisba vesz fel. Ami azért baj, hogyha megnézzük itt a videót, ugye itt, hogyha belenagyítunk, belezoomolunk, akkor látjuk, hogy a GoPro hangjához képest, amit a diktafon felvesz, az pontosan az ellenkezője. Kusma. Na, véletlenül rátenyereltem a space-re. Tehát ugye pontosan ugye itt felfele mozdul a hullámfázis, itt lefele mozdul a hullámfázis. Hogyha csak az egyik hangot használom, például a diktafonnak a hangját, akkor tök mindegy, hogy most felfele mozdul a fázis, vagy lefele. Ugye? De ha már a kettő hangot keverni akarom, akkor már nem mindegy, hogy ellenfázisban van az egyik, mert akkor ugye kioltják egymást, és akkor csak... Tehát csak ennyi fog hallatszani a hangot. Tehát a hasznos hangot nem tudom a kamera hangját keverni, csak hogyha megfordítom a fázist. És ugye Sony Vegasba, hogyha itt belemegy az ember jobb klikkel a Properties-be, ugye a hangtulajdonságokba, akkor itt van még egy kis akármicsoda, egy kis pipa, hogy... a fázis fordítás. És ugye hát ebből ki van herélve,
Úgyhogy itt a fázis fordítás nem lehet megcsinálni, tehát hogyha én egyszerűen használni szeretném az eredeti hangot, akkor mókolni kell hozzá, például auditionbe megfordítani a fázist, kimenteni a hangfájt, és akkor úgy behúzni a Vegasba. Tehát ez már egy olyan feature, ami nekem hiányzik belőle, igaz, hogy ritkán van rá szükség, akkor meg lehet csinálni, éppen nem áldozom fel magam. De szóval egyszerűbb és kényelmesebb lenne. Ami meglepetés volt, hogy a VST effekteket minden további nélkül beolvassa, sőt, még azokat a effektlánc prezeteket is, beállításokat, amiket én Sony Vegasba hoztam létre. Tehát azokat úgy látom, hogy ki lehet menteni, és akkor ezt akár a Movie Studio-ba is lehet használni. Főleg én ugye inkább külső effekteket szeretek használni, például izére hangtákolásra. Más a képi effektet nem nagyon használok. Na szóval ez a fázisfordításnak a hiánya, ez az egyik nagy hiányosság, a másik mondom ezt, hogy nem tudom az eszközöket csereberélgetni a D-gombbal, és éppen ebből kifolyólag nem lehet több klippet kijelölni, ugye. A Vegasban ugye ott van a D-eszköz, próbálom úgy mutatni, hogy valamit látni is lehessen. Tehát, hogyha itt tudom én, több klip van, és hogy ezt egyszerre ki akarom jelölni, akkor nem lehet. Tehát nincs olyan eszköz, amivel ki lehetne jelölni egyszerre több klipet. Csak úgy lehet kijelölni, hogy egyeseivel meg kell fogni, és rá kell kattintgatni a shiftet vagy a kontrollt lenyomva, és ez mondjuk, hogyha például 50-60 darabba van vágva mondjuk egy videósáv, mert mondjuk effektelek, meg bütykölök, meg kicsit kreatívkodok, akkor már ez kurva nagy izei, kurva nagy hátrány, hogy egyszer nem lehet egy ilyen kijelöléssel végigjelölni ezeket. Hiába nyomom a shiftet, kontrollt, altot, tehát semmi. Tehát nem lehet a kijelölő eszközzel normális kijelölést végezni. Ez azért nagyon gány, meg az, hogy ugye nem univerzális az eszköz, tehát hogyha egy fade-et akarok csinálni, akkor az külön eszközzel lehet csak megcsinálni, ugye, befade-elni. De ez még ez a legkevesebb. Tehát az, hogy nem lehet kijelölni ezeket egy bekerítéssel, az nagyon gáz. És akkor a harmadik, illetve már az a negyedik leges legfőbb probléma, nincs full screen preview. Be lehet állítani, ugye most itt elég cakkos, kockás a preview. Preview quality, ezt például átállítja az ember bestre, akkor meg fullra, oké. Okay. De nem lehet izélni. Tehát nincs full screen, nincs semmi. Egyébként képet ugyanúgy lehet menteni, mint a Vegasba, csak ugye itten helyi menüből, meg akármi, tehát ez még jó is lenne, de engem kurvára zavar, hogy nincs full screen preview, és nincs rá izé megoldás. Tehát néztem a fórumokat, hogy lehetne, és nincs. Egyszerűen ez egy olyan feature, amit azért raknak bele, hogy $50 programmal te ne akarjál már full screen preview-t. Pedig hát ez szerintem még a Windows Movie Maker-be is alapvető, hogy előnézeti ablakot ki lehet tenni izére. Teljes képernyőre. Tehát ez annyira izei geciség, hogy egyébként azt mondaná az ember, hogy ez a kettő dolog, hogyha benne lenne, ugye a bekerítéses kijelölés, meg a full screen preview, akkor itt van, már megvenném ezt a programot, mert tényleg nem drága. És amúgy minden tud, amit a Vegas. Jött, nincsenek például clip eventek, de éltve rágom, de jobb gombbal be lehet rakni video FX. Tehát ugyanúgy működik, meg ugye a pan crop ablak. Ugyanúgy lehet kulcskockázni, de úgy látom, hogy csak pozíciót, maszkot nem tudom, hogy lehet, de biztos lehet maszkot is, hogyha több videósáv fedi egymást, vagy a franc se tudja.
Nem tudom, minden úgy látom, hogy hiányzik a maszk. Nem tudom, ha ráhúzok egyik képet a másikra, akkor lehet-e maszkot csinálni. Video Event FX. Mondjuk, hogyha rárakunk egy effektet, Pancrop, akkor már utána szerintem lehet maszkolni. Nem lehet maszkolni. Hát. Akkor ez kuka. Hát, hogyha a maszkot se tudja, pen nincs, nincs benne pen eszköz, toll eszköz. Hát akkor itt ugye a maszk opció az nem is lehetséges. Tehát akkor ezzel nem lehet egy olyat se csinálni, például amikor valamit ki kell takarni a videóból, mondjuk el kell blurozni, és akkor ugye azt szoktuk, hogy megduplázzuk a videósávot, elhomályosítjuk, és akkor arra a kis részre rakunk egy maszkot. Ugye, amit még lehet kulcskockázni és követni, hogy de akkor ez maszkolni nem tud, vándor maszkolni meg még úgyse. Úgyhogy akkor, hogyha ennyi az összes tudása neki, akkor sajnos ebből nem lesz ez a szoftver. Mert nagyon sokszor egyébként nem magam miatt, hanem ilyen, hogy mondják ezt, személyes adatok védelme, meg lufasz miatt. Nagyon sokszor van olyan, régebbi videóimnál is látszódott az, hogy például amikor bementem az orvosi rendelőbe, hogy ott mindenkinek a feje ki volt blurozva. Tehát ott igen, vagy néha egy rendszámot ki kell takarni, vagy valami, tehát például mit tudom én, megkéri ismerős, hogy nem utasd már a kocsi rendszámát, oké. Okay. Vagy havernak a fejét ott kiblúroztam, mert azt mondta, hogy ő nem akar fenn lenni a YouTube-on, oké. Okay. De hát, hogyha ezt nem lehet vele megcsinálni, nincs benne maszkolási lehetőség, akkor kuka az egész. Hiába volna ilyen kedvező áru. De pont azok a dolgok vannak belőle kiherélve, ami miatt egy videószerkesztőt éppen megvenne az ember. Miért? Ugye? Miért kell? Szóval nem tudom, ha van vagy 30 nap itt a próbálgatásra, még fogok keresgélni megoldásokat, hogy hogy lehet ilyet megoldani, mert ez például egy nagyon sarkalatos pont. Mindenről le tudnék mondani, arról is, hogy a fájlokat egyesével kényelmetlenül kattingatva lehet csak kijelölni ugye a klippeket. Meg lemondana az ember akár a full screen preview-ról is, hogyha arról van szó. Ugye akinek nincs pénz, az ne ugráljon. De az, hogy nincs benne maszk, hogy nem lehet kitakarni egy nem kívánatos részt a videóból, az szerintem ma már olyan alapvető dolog. Úgyhogy nem vagyok elragadtatva ettől a movie studiótól, hogy így kiherélték őket, illetve őt, a programot. Ja, és nincs is róla annyi tutoriál, tehát na lényegtelen. Hát azt hittem, hogy jobb lesz. De egyelőre nem tűnik nekem túlságosan használhatónak. Én még nincsen Movie Maker. Movie Maker-t azt nem is láttam, amióta ugye már nem része a Windowsnak, hanem külön kellett tölteni és telepíteni. Már azt hiszem már a 7-esben se volt alapértelmezett, hanem úgy kellett külön letöltögetni ezt. Ugye hát nem használjuk. Na. Hát ezek voltak az első benyomásaim a Movie Studio 13-osról. Nem jók.
De hát bele fogom ásni magam, mert ugye 30 nap van a próbálkozás, és megpróbálok néhány videót megszerkeszteni vele, mondjuk például ezt a videót is, és meglátjuk, hogy mennyire szab gátat itt a kreativitásomnak. Aztán, ha úgy ítélem, hogy használhatok, akkor még lehet, hogy meg is veszem. De ezt a maszkolást, ezt meg kell valahogy oldani. Na majd kitalálom, hogy mi legyen.